És már folytatjuk is a délelőttöt, méghozzá a hulladékvadászokról fogunk beszélgetni. Itt van már velünk a stúdióban Szebenyi Péter környezetmérnök. Szervusz, jó reggelt! Hulladék nélkül jó napot kívánok a kedves nézőknek! ez micsoda köszönés, és én nekem még a pólód is feltűnt, hogy igazából egy Superman jelmezbe, vagy végül is egy ilyen zöldes, környezetbarát Superman jelmezben. Ez a felület, ami rajta van méghúzva, ez a Jön alapítványnak a logója is egyben, ez a gyémánt alakú Superman utaló minta, ez azt jelenti, hogy jövő öko nemzedéke, ez a hulladékvadász.hu-nak az üzemeltetője. Tehát létrehoztunk egy olyan alapítványt, amivel ezt a hulladékvadász.hu-t életképessé tudjuk tenni, ehhez egy alapítvány volt szükség. Na és mit jelent az, hogy ti hulladékvadászok vagytok, vagy igazából bárkiből lehet hulladékvadász, azt majd megbeszéljük, hogy hogyan, de hogy miért jött létre ez az oldal, vagy ez a projekt, miért éreztétek ennek szükségességét? Hát annak idején, 3 évvel ezelőtt volt az, hogy Facebookos csoportokban azt tettem észre, hogy itt a szemét, ott a szemét, és akkor az emberek panaszkodnak, hogy hiába jelentik be, vagy hiába próbálnak ellene fellépni, nem történik változás, nem érik el az illetékest, és erre kitaláltam akkor még egymagam, hogy csinálok egy olyan honlapot, ahol az embereknek lehetőséget adok arra, hogy bejelentsék az illegális lerakást, és mi azt tovább, akkor még én továbbítottam az illetékes önkormányzathoz, és akkor ez pár hét alatt olyan szinten beindult, hogy úgy éreztem akkor, hogy akár egy csapatot kell erre építenem, utána szépen fogadatosan épült fel az oldal, illetve lett az alapítvány is, és ez egy olyan lehetőség lett mára már, hogy a lakosságnak is egy lehetőség, illetve az önkormányzatnak is lehetőség, hogy például az önkormányzat be tudja így mutatni a munkáját. A lakosság meg tehet a közöletünk megmentéséért, és egyfajta tolmács funkciót látunk így el a lakosság, illetve az önkormányzatok között. Igen, végül is akkor egy ilyen kommunikációs felület vagytok, vagy egy kommunikációs csatorna, de te is mondtad, hogy itt ilyen különböző oldalakon láttad, hogy az emberek észreveszik, vagy észrevesszük azért az illegálisan lerakott szemetet. Na de kihez fordulhatunk? Ezt egyébként tudjuk? Vagy én sem tudom, hogy ilyenkor kihez kell fordulnunk. Hát alapvetően a lakosságnak van egy lehetőség arra, hogy bejelentést tegyen az illetékes önkormányzatnál. Ott többféle csatornai lehetőség is van, akár az interneten keresztül, akár bemegy az ügyfél kapuba, és akkor ott jelenti be, és ugye ezáltal elindul egy folyamat. De sok esetben az emberek nincs erre idejük, hogy bejárjanak az önkormányzathoz, vagy egy e-mailt írjanak, egy hivatalos e-mailt, és emiatt hoztuk ezt létre, ezt a hulladékvadász.hu-t is, mert hogyha úgy vesszük, hogy van egy mottója a hulladékvadásznak, ez a motto, a hulladékvadász a legapróbb önkéntes. Tehát mindenkinek kell lennie 5 perc a közöttére arra, hogy lefotózza az illegális hulladéklerakást, elküldje hozzánk, mi ezt meg továbbítjuk. Így mindenki egy kicsit mondjuk, környezetvédelmi hőssé válhat, mert hozzátesz a környezetünk tisztaságának a megőrzéséért. De most mennyi idő alatt tűnnek el, mondjuk, ha én bejelentem nálatok a hulladékvadász.hu-n azt, hogy mondjuk láttam a vonat mellett, a sinek mellett egy illegális lerakatot, nagyjából meg tudom becsülni, hogy ott nem tudom, milyen mennyiségben, meg hogy egyáltalán hol van, bejelentem. Akkor az mennyi idő múlva fog onnan eltűnni, vagy ennek mi a pontos menete? Hát két lehetőség van nálunk bejelenteni, egyik a honlapon az űrlap kitöltésével, illetve van egy applikációnk is, hulladékvadász applikáció, ezt le lehet tölteni a Google-nek az áruházából, ingyenes applikáció, ezzel nemrég nyertünk egy rangos díjat is, mert összeköti a digitális világot a fenntarthatósággal itt az emberekkel, és nagyon sokan letöltötték már az applikációt, több mint 2000 ember eddig. A lényeg az, hogy ha bejelenti valaki nálunk, a helytől is függ, hogy hol van az a szemét. Tehát, hogyha az önkormányzati területen van, akkor akár 2-3 nap alatt is eltűnhet. Például viszont, ha magánterületen van az a hulladék lerakat, az viszont akár 30 nap és azon túl tűnhet el, mert ilyenkor az illetékes önkormányzat felszólítja a tulajdonos, hogy a hulladékot szállítassa el. Említetted azt, hogy a vasútvonalak mellett is sok a hulladék, ez sajnos általános probléma a MÁV-nál, hogy akkor a nagyon-nagyon hatalmas területeket ölel fel az ő vasútvonala, és nem lehet rendszeresen azt takarítani, vagy rendszeresen azt őriztetni, mert a szemetelők ezeket a helyszíneket találják meg, és célozzák be, és oda viszik a szemetet, mert senki nem látja, hogy éppen mikor borítanak le egy konténernyi hulladékot. Na most itt már ugye a probléma megoldásról van szó, tehát itt a tisztításról, a takarításról van szó. Mi a helyzet a megelőzéssel? Ebben gondolkodtatok-e? Gondolom, ez egy sokkal nagyobb falat, vagy hát mint minden problémát azért a gyökerénél kellene elfojtani.
Igen, a hulladékvadász.hu nem csak egy illegális hulladék bejelentő oldal, hanem egy szemléletformáló oldal is, abban a szempontból, hogy a bejelentések, amikor 2016-ban ugye ezt elkezdtem, rá egy fél évre elkezdtem, akkor volt már egy csapat is mögöttem, összehoztunk egy ilyen csapatot, akikkel cikkeket is írunk, ilyen szemléletformálásos cikkeket, és elkezdtünk rovatokat indítani. Ezek a rovatok közt olyan rovatok szerepelnek, mint a háztartásom hulladék nélkül, a Tóth Andi vezeti. És például ott arra hívja ő fel a figyelmet, hogy hogyan lehet a háztartásban a hulladékot csökkenteni. Tehát hogyan lehet mondjuk egy pár hét alatt olyan radikális mértékben csökkenteni a hulladék termelésünket, hogy akár a kukánkat fél évente vigye el a kukásalaktó. Van olyan is, hogy lámpa hulladék, illetve hulladékvadász terepszemle, ezek most a különböző rovatok, amikből szemezgetek. Ezek mit akarnak, vagy mi van még a hulladék csökkentés mögött? Hát emellett van még egy másik olyan rovatunk, ami nagyon közkedvelt, ez a kreatív hobbik rovat. Itt arról szól, hogy a kreativitást ötvözzük az újrahasznosítással, tehát olyanfajta útmutatókat hozunk, illetve olyan útmutatókat hozunk, írunk meg, ami még egy régi asztal felújításáról szól, hogy az a régi asztal újra kapjon, egy új értelmet kapjon, és a lakásunk dísze lehessen, így ne a lomtalanításkor vigye el az illetékes hulladékszállítószék. Mi a helyzet a helyszínekkel? Hol működtök, illetve honnan érkezhetnek a bejelentések? Csak a főváros és környékéről, vagy ez egy országos hálózat mozgalom? Ez egy országos hálózat. Soprontól egészen Debrecenig bejelentéseket kapjuk, bejelentések hadát kapjuk. Van a honlapon egy nagy hulladékvadászos térkép is. Arra a térképre már több mint 3000 bejelentés került föl, mindez ugye 3 év alatt. Folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, napi 2-3, de volt, amikor napi 11 is jött, de ez így kiszámíthatatlan. Mikor, ha jó idő van, akkor nagyon sok érkezik, hogy elsős időszakban akkor visszaesik ennek a száma, de az emberek erre úgymond rákaptak, és úgymond így ezáltal tudnak kicsit is tenni a követő megmentésért. Azért ez nagyon érdekes lehet, hogy itt tényleg ez az ezres nagyságrend évente, ez azért egy kiemelkedő vagy kimagasló számnak tűnik. Nem tudom, vannak mondjuk területi statisztikáid, hogy mondjuk honnan érkezik a legtöbb bejelentés, vagy hogy hol a legégetőbb ez a probléma? Hát itt elég vegyes a kép, ugye a főváros lélekszám miatt itt több jelentés érkezett innen, a Budapestről, de alapvetően úgy lehetne mondani leginkább, hogy a hulladékvadász, ugye a Sopron, ahogy említettem előbb Sopron, illetve Debrecen közti vonalban, légvonalban a legtöbb bejelentés, de igazság szerint minden nagyobb városnak a külterületéről érkeznek amúgy a bejelentésen, mert a legtöbb esetben az van, hogy kiviszik a határba a hulladékot, hogy ott nem látja senki a szemetelőket, és ezáltal úgymond ott gyűlnek a legtöbb esetben a szemetek. Most milyen hulladéktípusra kell itt gondolnunk, mondjuk háztartási hulladékra, nem tudom, építkezési törmelékekre, ugye mondjuk a vonatot, azt pont én mondtam neked adás előtt, hogy Esztergomba vonatoztunk hétfőn, és hát láttam, hogy mondjuk gumi abroncsok halma volt a sínek mellett. Milyen típusokra kell akkor nálatok gondolnunk? Hát ha vasútvonalakról van szó, akkor itt például a Városliget északi csücskében van egy olyan terület, ami a Hungária körútnak a felüljárója alatt részre gondolunk, ott az egy MÁV terület, a MÁV-ot éves szinte több százmillió forint a károsítja meg így a szemetelők. Ott tavaly december, pont egy éve, onnan 450 tonnányi hulladékot szállítottak el. Ugye ez a Városliget északi csücske, tehát valamilyen szinten majdnem központ belvárosi részen van. És 450 tonnányi? Ez valami hihetetlen mennyiség. Hát az, elég. Hát mi is meg voltunk döbbenve rajta, hogy mennyi volt ott. Ez főként inner, tehát ilyen építési hulladék volt, amit onnan a MÁV ennyi, hát közel egy hónapos takarítás után tudott el szállítatni, ugye saját költségen. Igen, ilyenkor kiknek a költségén, vagy hogyan szállítjátok el, vagy szállítatjátok el ezeket a hulladékokat? Alapvetően nem mi szállítatjuk el, mi csak bemutatjuk a problémát, ezzel segítjük úgymond az illetékeseknek a munkájukat. A lényege az, hogy a hulladékot ilyenkor, ilyen esetben, hogyha önkormányzati területre kerül ki a hulladék, az minden esetben az önkormányzat fizeti. Ez azt jelenti, hogy az a pénz, amit erre elkülönítenek, az a adóforintainkból kerül ugyebár elszállításra, és ha belegondolunk abba, az adóknak van egy ilyen szemetformai része is, hogy aki szemettel, az úgymond önmagát is meglopja, mert az ő saját adóforintjaiból szállítatják el azt a hulladékot, amit ő kivitte a határba, vagy akár belváros bármelyik pontjára.
Jogi lépések szoktak történni ezután, például egy ilyen mávos eset után, vajon akit megkárosítottak jelen esetben, vagy mondjuk a példánál ugye magát a mávot, ők tesznek-e ilyenkor jogi lépéseket, feljelentést az ügyben? Hát ha van tettenérés, akkor mindenképpen. Előfordult már az is, hogy maga a hulladékban találtak olyanfajta mennyiségű elérhetőséget, aki a szemet előre utalhatott, ami későbbiekben 50-50%, vagy tényleg ő volt, vagy nem ő volt. Ez sok esetben egy eljárás indul ilyenkor, hogy egy feljelentés pontosabban, és a feljelentésnél ugye egy kivizsgálás történik, hogy tényleg ő volt-e a szemet elő, de a maga az, hogy valaki talál egy szemétkupacban valamilyen elérhetősége, számlát, vagy blokkot, ami valakinek a neve rajta van, az nem egyértelmű, hogy tényleg ő vitte oda a szemetet, mert igazság szerint bárhogy belekövetett volna oda egy ilyen számla, és max akkor olyan történetnek, hogy esetleg a szemetől bevallja, hogy tényleg ő volt, és akkor ugye eljárás indul ellene, így akár 50 ezer forinttól, akár 150 ezer forint így is, és azon felül is attól függ, hogy milyen fajta hulladékot tett le oda, és az mennyire károsíthatta meg a környezetet. Lehet hozzátok önkéntesnek jelentkezni, illetve én azt gondolom, hogy már az is önkéntesség, hogyha mondjuk letöltjük az applikációt, vagy a honlapotokon keresztül mondjuk teszünk bejelentéseket és nyitott szemmel járunk, de van-e ezen túl is feladat nálatok? Igen, mi nagyon aktív szervezet vagyunk, az utóbbi 3 hónapban közel 1000 embert tudtunk megmozgatni. Ez nem csak a bejelentésekre kell gondolni itt, hanem indítottunk most nemrég az alapítványunk által egy szemétszedés.hu nevű honlapot, aminek az a mottoja vagy a címe, hogy takarítsuk ki együtt Magyarországot. Ezen az oldalon rengeteg lehetőséget adunk arra, hogy az emberek közösségi szemétszedési akciókat szervezzenek, a hulladékvadászat mellett akár tegyenek azért, hogy tényleg az a hulladék onnan eltűnjön, és ott lehet regisztráció után meg lehet szervezni a saját kis szemétszedési akcióját. Eddig közel 30 esemény lett megszervezve ezen az oldalon, de ennek a 30 eseménynek a létszáma az közel ilyen 700 körüli főre lehet ezt összeadni. Nekünk is volt nemrégiben egy olyan eseményünk, ami a szeptember 16-án volt, a World Clean Up Day alkalmával a Dunaparton. Azt az eseményt úgy hirdettük meg, hogy az esemény időpontja előtt 5 nappal került föl a közösségi médiába, és 3-4 nap alatt közel 4000 ember írta azt, hogy ott szeretne lenni. Ebből végül közel 400 ember jött el, és 2 kilométer szakaszon takítottuk ki a Dunapartot. Erre emlékszem, és nagy vízhangja is volt, és ez egy szuper esemény, vagy hát egy közösségi esemény volt. Egyébként van együttműködés más civil szervezetekkel is, akiknek mondjuk hasonló a profilja, vagy tudtok együtt dolgozni másokkal is? Hát volt már a Préda. Alapvetően mi úgy vettük észre, hogy mindenki nyitott a partnerségre. Alapvetően egy összefogásról kell beszélni, mert kell egy ilyen, mert különben egyedül vagy pára nem tudunk tenni a könyvetünk megmentéséért. Rendszeresen jelentkeznek hozzánk önkéntesek is. Az utóbbi fél évben közel 100 önkéntes jelentkezett hozzánk, akiket most próbáljuk úgymond aktivizálni, mert jövőre nagyon jó léptékű terveink vannak azzal kapcsolatban, hogy tényleg még több eseményt rendezzünk, még több embert tudjunk aktivizálni ezáltal, mert sok tudós már riogatnak minket olyan a dolgokat, klímaváltozás, hulladékszennyezés, stb. És 10 éven belül olyanfajta változások lehetnek a környezetünkben, ami már a bőrünkön érhetjük meg, és amit tenni kell, hogy az időben még esetleg meg tudjuk oldani ezt a problémát. Végezetül akkor nézzük meg, remélem, hogy el lehet árulni a közelgő eseményekből is egy párat. Miket terveztek a jövő esztendőre? Gondolom, még több emberhez kellene elérni, még több szemétszedő kampányt kellene indítani, és hát reméljük minél kevesebb hulladék lerakatot kell majd felszámolni. A maga az alapítványunk, olyan alapítvány, nem csak a hulladékkal foglalkozik, hanem egy környezet megmentő alapítványnak is lehetne nevezni. Jövőre fogunk indítani egy országos roadshow-t, ez egy környezetvédelmi roadshow lesz, Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs és illetve nagyobb vidéki városok, ahol lesz egy filmvetítés, illetve több előadást is szervezünk bele, ez olyan figyelemfelkeltő előadások is lesznek, amire remélhetőleg még a fiatalok is el fognak majd jönni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ki kell lépni abból a komfortzónából, hogy csak az interneten mozgunk, illetve ezen kívül kivisszük az embereket az utcára, szemétszedéseket fogunk szervezni rendszeres jelleggel, illetve várjuk az önkénteseket, illetve hogyha van úgy lehetőség rá, és valaki támogatna minket, akkor nagyon szépen köszönjük. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és további eredményes jó munkát kívánok nektek. Köszönöm a lehetőséget.